Most pedig azoknak a versenyzőknek, akik a harmadik meccsre készültek, illetve arra készültek, hogy ez a mérkőzés 6x3 perc menet időn keresztül fog tartani, ahogy a GPS-ekben mondják, újra tervezést kell végrehajtani. Hát a piros sarokba érkezik Szatmári Attila. Fogadjuk nagy tapssal a piros sarokba érkező Szatmári Attila. Hölgyeim és uraim, a kék sarokba szólítom azt a versenyzőt, akitől igazán nemzetközi ez a gála, aki a svédországi Stockholmból érkezett, és azt a fiatalembert úgy hívják, hogy Oscar Ahlin! Oscarnak eddig 5 győzelme van, 5 KO-val, és a hobbija, felfogása, minden, ami box. I'm going to the blue corner, Oscar Ahlin from Sweden. Fabio. Hölgyeim és uraim, a kék sarokban Oscar Ahlin. Ezt a mérkőzést 6x3 perc menetidőre terveztük. Hölgyeim és uraim, nagy tapsot kérek szépen, és nagyon jó szórakozást a mérkőzéshez! Miért nem így van beírva a pontozólap? Tehát a pontozólapra másnak? Cseréljetek sokkal. A szorítóból következik az első menet. Oh!
Yeah.
Hölgyeim és uraim, a mérkőzés eredmény hirdetése következik. A piros sarokban győz Oscar Ahlin. Oscar Ahlinnak ez volt az első mérkőzése Magyarországon, itt Szentesen. Úgyhogy azt hiszem, hogy keményen mutatkozott be, és eredményesen, és azt hiszem, hogy Szatmári Attilát is egy nagyon nagy taps megilleti, hiszen nagyszerűen állt a sarak. It was the first match of Oscar Ahlin of Hungary in Szentes. Congratulations for him.